Szervusztok, sziasztok, hellóztok! Ha-ho, hello, szép napot! De jó látni, Márko, téged itt ötödik hete most már. Igen, igen, de hogy észre nem is reagáltál arra, hogy úgy köszöntem, hogy ha-ho, ami a leggyűlöletesebb köszönés a világon. Csokoládé, sziasztok! Ha-ho, szép napot! Én úgy szoktam, azt hogy... nagyon utálom a szép napotot. Jó reggelit! Jaj, de jó! A viszontváltáska! Fúj! Na, a lényeg az, hogy nem mondjuk egymást ötödik hete, mert hogy most az ötödik... Figyelj, meglátjuk, de a hallgatók nagyon szeretnek minket. Képzeld el, hogy egyre jobban, mert kúszunk fölfele, én a Spotify-nak látom most csak a statisztikáit, és ott már 42-ek vagyunk. Jézus, Atya úristen! És hosszú utat tettünk meg, mert amikor először ránéztük, amikor először rájöttünk, hogy ilyen van, igen, akkor van 80 valamennyi volt, aztán 60 valamennyi, aztán 46, és most 42. Ez egy kicsit felidegesít egyébként, mert miért? Annyi jó tartalom van még, miért pont a milyenket kell? Azért a 42. az egy nagyon jó szám, de azért nem a legjobb szám, úgyhogy szerintem van még rajtunk kívül 41 még jobb podcast, de a lényeg az, hogy hallgassatok minket, egyre jobban szeretek, egyre többet írtok, és ezt nagyon, ennek nagyon örülünk. Kollár Bálint hallgatónk pedig le is rajzolt minket, Márko. Igen. 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 Ráadásul két arcként iszonyatosan jó lett a rajz, és nagyon szépen köszönjük Bálintnak. Az Indexen a cikkben meg is tudjátok nézni ezt a remek alkotást. És egyre többen írnak nekem is. Bárci Boldizsár írt egy nagyon szépen megkomponált levelet, tehát nem lehet belekötni se központozás, se szemantikaiak, sehogy. Tisztelt uraim! A Sikirek podcast hiánypótló rommá adom, uraljátok a vasárnapokat. Egy-két plusz ötlet, és nagyon jókat ír. Azt mondja, hogy miatt és véget szisztematikus keverése. Tehát valami véget, valami miatt helyett, és ez nagyon jó, ez tényleg a halálban. Ez amikor halálban. Valaki nagyon választékosan akar beszélni, és nem is. Igen, de közben neki. A véget, tehát ez elég gyenge. A másik nagyon nagy kedvencem szintén az ettől. Vagy tőlem. Magasabb vagy tőlem. Idősebb tőlem 2 évvel. Ettől. Tudod, nálam, a nálam vagy az ennél helyett. Igen. Ettől magasabb a halálozások száma Pest körzetében. Nagyon, úgy nagyon szépen köszönjük Bárci Boldizsárnak, és gyűjtsetek még, küldjetek nekünk nyugodtan. Egyébként az van, hogy szerintem a nyelvtannáci az valószínűleg egy külön rovat kell, hogy legyen, mert nagyon sokan írnak. Rolla, tölle, hüttő, japán, mapa. De ami megint egy külön rovat, és most nagyon szép találatom volt, az pedig a Facebook segítségkérés, és most találtam egy gyöngyszemet, hogy most gyorsan az elején legyünk túl rajta, el is mondom. Help! Nincs valakinek imbuszkulcs készlete a fővám közelében? 9-10-es körüli kb. Jelige egy haveromnak kell. És ami ebben a kedvencem, az az, hogy nem segít annyi, hogy megmondja, hogy most 9-es vagy 10-es. Persze. Körülbelüli, valahol a fővám közelében. De hogyha nem vagyok ott, akkor vigyem oda, nem? Olyan, mintha ez egy ilyen flexibilis dolog lenne, nem? Tehát, hogy így, ha végül is 9-es is jó lesz. Igen, hozd csak a 9-eset, aztán maximum kitömködjük rágóval. Fú, de szörnyű. Mit szólsz ahhoz egyébként, hogy ez az első olyan hét, amióta megy a podcast, amikor a felvételünk után nem kell már nekem kiárási igazolást írnod? Hazán. Pontosan. De most lebuktattál bennünket, hogy én adok neked kiárási igazolást. Igen. Idegeskedés, és mit írunk a megjegyzésbe? Idegeskedés. Aktív idegeskedés. Egyébként nagyon idegesítő voltál végig, mert ez alatt az 5 hét alatt képtelen voltál megjegyezni a stúdió címét, 2 az én nevemet, 3 a dátumot, azt soha nem tudtad, és minden alkalommal elmondtam, hogy intervallumot írjál a dátumba, tólig, de ez nem sikerült, azért és a végén nem vetted észre, hogy már nem válaszolok, már direkt nem válaszolok. Észrevettem. De a lényeg az, hogy enyhültek a szigorítások, és tök jönnek, mindannyian örülünk, mert hogy ugye egyre több embert oltanak be, engem is a héten fognak beoltani. Oltakozol. Ezt akartam mondani. Oltakozás! Oltakozzunk! Oltakozni. Fúj! Nagyon undorító! Nagyon undorító! Ugye, hogy az igéből visszaható igét képzünk ezzel a kozik, de hogy miért? De miért nem lehet az, hogy beoltatja magát? Mi az, hogy hát oltakozik? De hogy mint az adakozik? Vagy borotválkozik? De akkor ő magát oltja, vagy mi? Tehát mint a törölközik, vagy borotválkozik? Nem ért. Van még egy, ami nagyon idegesít, a töltekezik. És te hogy szoktál töltekezni? Mindfulness állapotban. Töltekezni. De mi a maximum mobilom töltekezik, de nem ez az oltakozás. Nem az, töltekezik, az is tölt, az töltődik egyébként. Töltődik, igen. Vagy oltódik, az még jó, hogy beoltódtam, az még akkor már inkább nem egy művelet, de hogy az, hogy
oltakozik, az oltakozási kedv. Én látom magam előtt egyébként, nem, hogy az oltakozik, mint hogyha folyamatosan járna turistaszerűen oltásra. Nem olyan egy kicsit az oltakozik? Mert hogy maga az oltakozik jár oltásra? Nem, hanem hogy amikor azt mondják valakiről, hogy oltakozik. Jaj, ez, hogy visszatérően jár oltásra. Oltakozik. Hát egyébként tulajdonképpen ez történik, hogy kettőre megyünk. Na de hát nézzük, igen, hogy mivel készültünk a hétre. Hát én akkor kezdeném veled megint csak, tehát legyen egy önálló rovatunk, a barna, hogy mi idegesítő, aha, a barnában. Aha. És van ez a lábazás. Ez nagyon gyorsan fejtsd ki, mert a hallgatóink félre. Észrevettem, hogy van nálad, ez nálad egy létező dolog, ettől félni kell. Óvakodj a barna lábától. De Léci, mondd el, hogy ez micsoda, mielőtt a hallgatóink a lábazás az, hogy indokolatlanul rövid idő alatt megszabadul az okniától bárhol, de legyen ez egy új lakás, egy stúdió, bárhol megszabadul az okniával, és a lábával meglepő ügyességgel kitapogat dolgokat, azokat viszont széttapogatja. Tehát mondjuk egy székláb, hogyha a barna lábának áldozatául esik, akkor módszeresen minden egyes négyzetmilliméter át van vizsgálva láb által, de abszolút belemegy, tehát lábúj köz is játszik. Persze. Tehát teljesen... De nem csak a nagy lábúj és a kis lábújak közé, hanem a kis lábújak közé is. Persze, abszolút mindenhol lábazik, és ez csomó kérdést vett föl bennem, hogy egyrészt, hogy mi ez a fékezhetetlen lábfét is, ami belőled ilyenkor mindig előjött. Tehát miért nem tudod a lábadat az okniban tartani? Mert zavar, mert meleg, meg nem tudom, rossz az anyaga, hát most itt tudom én, hát ez egy ilyen... Egyébként azt nem is tudod, hogy van egy trükköm, és ettől a lakotásom iszonyatosan ki van készülve. Jaj, azt lehet, csinálni, hogy jobb, nem tudom. Azt szoktam csinálni, de ezt mondjuk, én demonstrálom is neked, azt szoktam csinálni, hogy az egyik lábammal veszem le a másik lábamról az oknit. Jaj, nem! Fúj! Ilyen manó ügyességgel. És az most itt megtörtént a stúdióban. Mert tök jó, ilyen szőnyegpadló van, és akkor az kellemes. Jó, de hol a határ? Hol a határ? Tehát melyik az a testrészed, amit végül majd nem veszel elő? Tehát hogy lehet? Tehát honnan fogom tudni? De honnan fogom tudni? Ráadásul van egy ilyen, most csak hogy el tudjátok képzelni ti, akik hál' Istennek nem látjátok, hogy mi történik, hogy van egy ilyen nagy ilyen gymballom, az a labda, amin ülünk ilyen egészséges rajta ülni, és azt szokta megerőszakolni konkrétan a lábával úgy paskolja, mint egy 10 hónapos csecsemő. Nem igaz, nem igaz. De most miért egyébként? Mi baj van ezzel? Szép lábam van, jó lábam van. Jó, de figyelj, veszed a kezedet, az oké. Szerintem egy kéz az oké. Egy arcot megmutatunk, oké. A nyak oké. Alkar oké. Lábfej nem oké. Ez jelenti, hogy nem oké a lábfej. Komfortos vagyok itt. Nem oké, én azt értem. És akkor mi van a szaggal? Lábszag. Nincsen lábszagom, mert akkor nincsen nyilván nem veszem le. Mi lenne, hogyha izgulnánk más testrészeink szagán is, mondjuk egy mellszag. Hogy ne, múltkor félmesztően volt, olyan mellszag volt. Könyökhajlatom úgy beizzadt a múltkor. Annyira gusztustalan könyökhajlat szag volt végig. Meg van, tudod, ez a seggál, amikor az embereknek ilyen, az álluknál van egy ilyen kis hát hogy ne tudnám, persze. De várjál, van egy a visszatérő barátom, a Benny, nagyon jó, tehát szerintem egy külön podcastot kéne, mert vele se telefonálni, semmi. És azon, hogy nem tudsz olyan romantikus pillanatba kerülni nyáron a Balatonpart, naplemente, este egy kis vidéki ház barátaiddal együtt, nem tudsz, hogy az ő rozsomák szőrös teste előne kerüljön. Soha nincsen úszónadrágja, tehát hogyha kell, akkor fürdőn, ha kell, akkor bugyiban, tehát úgy, ahogy van, bugyiban. Ha kell, akkor, ha kell, és nem nagyon zavarja, anyaszült mesztelenül, viszont utána mindenhova széthordja a vizet, nem öltözik föl, begőzöl a lakásba, amikor egészen elképesztő, hogy ilyen rozsomák, szőrös férfi test, akárhova nézek. Na de emiatt sokkal jobban lehetnél felháborodva, mint az én lábfejemen. Ugye, egál. Milyen egál? Egy-egy. Én nem mutogatom a szőrös rozsomák testemet, én csak a lábfejemet mutogatom, ez tök rendben van szerintem. De most én nagyon sokat utazok, és egyébként te is, ezt tudom, amikor ugye lehet. Most múltkor a Nemzeti Múzeum előtt sétáltam, és ott a kerítésen ki vannak téve ilyen információs táblák, meg ilyen kis kiállításszerű dolgok. Elment mellette egy csávó, akinél volt, tudod, vannak ezek az ilyen belépőszintű tükörreflexes fényképezőgépek. Persze. Milyen mindig... hosszabb objektív, hogy jól nézzen ki, tudod. Igen, de az nem cserélhető, csak egy picit ilyen meghosszabbított. És mindig ugyanaz a típusú ember vásárol ilyet, és ugyanolyan típusú fotókat készít. Na most ment előttem egy csávó, és megállott a Nemzeti Múzeum előtt, és elkezdi fotózni ezeket a feliratokat.
Mire? Mi készül belőlük? Tehát, hogy mi a célja? És eszembe jutott, hogy egyébként, amikor utazok, akkor rendszeresen ez van, vagy elmegyek egy múzeumba, van az a típusú ember, aki lefotózza, tudod, a szobroknak a kis leírását, lefotózza a kép, a festmény melletti kis kiírást. Mi történik utána azzal? Otthon elolvassa? Elmondom, hogy mi történik, mert vannak ilyen ismerőseim, hogy azt megmutatja vágatlanul, szelektálatlanul rád zúdítja az egészet. És de le van fotózva a szobor is, és mellé a kis papírka. És akkor mit vár el, hogy ezt majd te elolvasod? Ilyen, hogy gyerek voltam, az apám azt csinálta, hogy vágás nélkül 4,5 órát vett föl ilyen Sony videokamera. Szerintem először volt az országban videokamerája. Hát vágás azért nélkül, és ezt meg kellett nézni. De az azért, mert az cuki, ez tök jó volt, mert akkor volt de, hogy volt cuki, és 2,5 óráig rajta volt a kamerasapka, az volt a mázni, akkor előre lehetett pörgetni legalább. Na mindegy, a lényeg az, hogy mihez kezdenek ezek az emberek. Mi történik, igen. Mi történik utána, és meg akkor... hogy ehhez minek egy ilyen profibb gép? Miért nem jó persze, egy telefon? Persze, miért egy telefon. És akkor ugye ebből jön még az a jelenség, amikor emberek elmennek múzeumba, és lefotózzák a festményeket. Az nagyon jó. Tehát, az nagyon így, jó. Így mi? Mi a megfontolásod? Vagy a koncerten. Koncerten vakuval. Az így nagyon, koncerten vakuval, amiben az lesz, hogy az előtted levő ember zsíros tarkója fog látszódni, meg egy ilyen rossz fény, ami így szembe jön, és ennyi. Meg utána a meg videón utána... ilyen... És hanggal, igen. Meg lehet bízni, szerintem a készítőkben, hogy ki lesz vele? Utána a videó. De aztán mit csinálsz vele? Jó, egyébként én azt szoktam csinálni, hogyha elmegyek egy koncertre, akkor mondjuk egy darab kis videót készítek, hogy így meglegyen nekem, te esetleg Instagram sztoriba kirakni. Megnézted? Néha visszanézem. De mondjuk egy, csak és a kedvenc akkor nézem vissza, amikor kitörlöm egy év múlva, mert betelik a telefonom. Na, visszatérve a múzeumokra, vannak azok az emberek, ugye, akik azért mennek múzeumba, mert hogy esztetik. Mert hogy ugye szép. És akkor van ugye az, amikor nem a maga az a... Ez egy jó idegesítő dolog volt, hogy angolul kellett persze, mondani. Persze, esztetik, ez a lényege. Tehát nem mondhatod azt, hogy egy esztétikai élmény reményében. Persze, nem. Véget, izé... bocsánat, véget. Véget, igen. Esztetik, ettől ki vagyok, és ez TikTokon egyre több ilyen van, hogy 90s esztetik, tudod. Na mindegy, hogy esztetik, és akkor beállnak a kép elé, tudod, így háttal, tehát hogy hátulról fotózzák őket, és akkor le van fotózva, hogy ő nézi a képet. Nagyon jó. Ez olyan, mint a reakció videó, amikor nézel egy videót arról, hogy valaki néz valakit, aki néz valakit, aki játszik. Persze. E-sportban. De ez, amikor lefotózhatod magad úgy, hogy nézed a képet, ez úgy szokott történni, hogy nem kéred meg azt, aki veled van, hogy csinálja meg, hanem csak így odaállsz, tudod, ilyen gyanútlanul. Így beállsz a képet, hogy na, én most csak itt megnézem ezt a képet. Hát most, hogy nagyjából az egyetlen egy kulturális élményünk az, hogy boltba tudunk menni, és ott beszélünk az eladóval. Élelmiszerbolt, hogy semmi. Van ez a boltos szakzsargon. Ez a más valamit szabad adnom, pénztáros dumák, más valamit szabad adnom, 500 pénz, ha más nem lesz, ennyi, Zacsiba akkor mennyi tehetem. A vége. Zacsiba tehetem, igen, köszönöm. És amire ez véget nem érő, tehát azt még előhozhatjuk, de hogy ennek van egy etimológiája ennek, ahogy azt próbálják egyre udvariasabban mondani, hogy elkérik a pénzt. Amire én fel vagyok készülve, tehát belépek egy boltba, tudom, hogy rövidebben fogok kijönni pénz tekintetében, viszont vastagabban valamilyen más termék tekintetében. Nagyon jó. Először ugye valószínűleg régen azt mondhatták, hogy mondjuk 2650-et kérek. Uh-huh. És ez semmi baj. De aztán valaki úgy gondolta, hogy eufemizálna egy kicsit, azt mondja, szeretnék kérni. Igen. Ezt szeretnék kérni, és az oké, rendben, akkor kérjél, vagy nem tudom. Majd utána kérnék. Feltételes mód. Nagyon jó. Kérnék. Nagyon jó. Ezt még tovább. A kértem volna. Múlt időben. Tehát ez nem is a jelenben történik, uram. Igen. Egész nyugodtan. Tehát, ha kértem te volna. Ha megengedted volna, megengedted akkor én volna, kértem volna. Én meg akkor adtam volna viszontlátásra. Nagyon jó. És ennek mostanában hallottam, a jövő idő. Fogok kérni. 2650-et fogok kérni. Uram, a végén oda az uram, persze. Uram. Fogok kérni, szia uram. És most a legutoljára ezt hallottam, fogok majd kérni. Még tovább finomít, nem? Egy kis redundáns jövőidő. Fogok majd kérni. Csak 2560-as a vége. Se. Persze. 1600 és 25-ös. Miért 1000? Miért 1625? 1700, 1740-es, 3000-ből jöttem, szépen megköszöntem. 3000-et kaptam, és 428-as a visszajáró. Ennyit adok vissza. Igen, egyszer háromba, és mindig fordítva számol. Tehát én kiszámolom, jó vagyok most, tehát én egy kibonást elvégzem, és ő mondja, igen. Ő pedig mindig fordítva számol, és akkor 5-ös, és 6-os, és 7-es, és akkor megvan az ezres. És 10 000 a vége. És akkor 10 000 a vége, köszöntem. Megköszöntem szépen. Igen, vagy szépen megköszöntem. Én ilyenkor szoktam mondani, hogy viszontváltáska. Viszontváltáska.
Na most te is férfi vagy, meg én is férfi vagyok, Márkó. Köszönöm, hogy szóltál. Köszönöm szépen, hogy elismered. Köszönöm szépen. És láttam egy iszonyatosan vicces videót, ami egy nagyon-nagyon fontos kérdést vett föl. Amikor ott alvós divan, amikor egymásnál alszik két férfi, teszem azt mondjuk, hogy egy haverod nálad alszik egy buli után. Igen. Ilyenkor az egyik nagyon részeg szokott lenni. Ilyenkor valaki nagyon részeg. Mondjuk egy ágyba kell aludni, vagy mondjuk nem tudom, valakivel együtt utazol, és egy szállodai szobában együtt alszol. Két férfi. Te kívánsz jó éjszakát a haverodnak? Vagy ciki? Na, mert most érted? Igen. De most, ugye? Most, hogy kérdezed, igen, kívánok. Most kívánok. Jó éjszakát. Jó éjszakát. Mint nem is mondtam. Mondtam is, meg nem is. Jó éjszakát. De most képzeljük el azt a szituációt, hogy két nő, nem tudom, lefekszik egy ágyba, lefekszenek, és akkor jó éjszakát. Én ilyenkor azt képzelem, hogy ólóznak. Ha már az én véleményemet kérdezted, akkor nem is köszönnék jó éjszakát, hanem ólóznak reggel. De hogy érted, hogy két nő között ez tökre belefér. De hogy én szoktam magam ilyen helyzetben találni, hogy így... Jó éjszakát! Tudod, mennyire ciki. És magasabb egy kicsit a hangot. Igen, és egy kicsit elcsuklik, és ilyen... Jó éjszakát! Úgy értem. Aludjunk most már, haver! Te sokább! Kussoljál már! És hogy ugye van az, amikor viszont nem zárod le az estét, mert annyira kínos, és nem mersz jó éjszakát kívánni, hanem csak így elhal a beszélgetés, tudod, és akkor már ilyen félelem, és gondolom, na jó, akkor most már alszunk. De hogy ez miért van, hogy miért tart itt a társadalmunk 2021-ben, hogy... Nem tudom, lehet, hogy eltöröd a pillanatot, hogyha kimondod, hogy jó éjszakát, mert akkor te vagy az, aki becsukod az ajtót, vagy te vagy az, aki azt mondod, hogy nekem az a kedvencem, amikor meg kell szólalnom, vendégek vannak, és azt mondom a partneremnek, hogy akkor feküdjünk, mert mennének. És akkor nem akarunk elküldeni titeket. Feküdjünk, mert mennének. De a férfiakkal alvás, jó, örülök, hogy rákérdeztél, mert sokat utaztam Ázsiában fiúkkal, és ilyenkor nagyon sokszor aludtunk egy francia ágyban mondjuk hárman, mert ugye hát, hogy hátizsákos turizmus, és egyszer volt egy olyan, hogy a kétméteres barátom egyszer csak a lapát kezével egy nagy pofont lekevert, és utána pedig térden vesén rúgott. Térden. Mi álmában? De álmában, de tiszta erőből. Én pedig reszket, hogy így keltem föl. Na, ott nem volt jó éjszakát, ott köszönet se volt. De ha már a szállodáknál tartunk, a svéd asztalos kínoskodás, ez a kelet-európai zavarban levés. Miért ennek kínoskodás? Rákészülsz, mondjuk 7-től 11-ig van. Rákészülsz, már ott vagy 6:30-kor, és bemelegítesz, Nem szabad teljesen üres gyomorra. Pici vizet kell inni, hogy többet tudjál. Persze, hogy kicsit többet így tudjál, és először a drágára mész. Tehát, hogyha van kint lazac, akkor először a lazacra mész. A lazac, a tojás, félik, a melegételek. De tojásból is inkább Benedikt. Tehát nem az van, hogy egy ilyen pórias rántottával, nem rontom el az egészet. Én nem jártam olyan szállodába, ahol gyümölcs, Benedikt. Ha van egy kis áfonya, akkor az. Ha nincs szezonja, akkor eper. Tehát azt kell nézni, aminek nincs szezonja, azzal kezdünk. Azonnal. De hogy miért nekem az egész gyerekkorom ezzel telt, amikor szállodában voltunk a családdal, hogy így rettegtem attól a pillanattól, hogy nekem vissza kell mennem a svéd asztalhoz, és hogy mindenki látja az egész étterem rajtam röhög, még az, hogy ott megy a doki, már jó, még hanyatszorra szedsz, kisfiam, tudod? Én ebből a szempontból teljesen gátlástalan voltam régen is, és most is, és én sportot üzök belőle, én szeretem, hogyha a pincérek elismerően rám néznek, és fölismernek, hogy na, ma ő ett ki bennünket a vagyonunkból. Na, csak közben meg az van, hogy én viszont, aki ott ülök az asztalnál, én is lenézem azt, aki már harmadszorra megy vissza. Ezzel nem szabad foglalkozni, mert utána pedig te vagy az, aki rosszul vagy egész nap, és estig nem tudsz enni, és azt gondolod, hogy bárcsak ne történt volna meg. Hát itt a tavasz, dagad a fa, és mennek ki a kutyások. És én is megyek ki mondjuk a hajógyári szigetre, ami egy ilyen kutya paradicsom, és ez így is van jól. És nagyon-nagyon szeretem a kutyásokat, és nekem is vannak kutyás barátaim, de agyérgörcsöt tudok kapni tőlük. Tehát tényleg lábrázást kapok a kutyásoktól. Tehát eleve a volt technika tanáromra, a Rozi nénire emlékeztetnek, aki tudtam, hogy uralkodik rajtam azért, mert én kisgyerek vagyok, ő pedig egy ronda, büdös néni. És ezért uralkodik rajtam, mert van hatalma fölöttem, és ezt érzem a kutyásokon, hogy nem az emberi faj többi egyedével akarnak kapcsolatot teremteni, hanem lenyomni
lenyomni valakit, akik szolgálják őket, és én ettől kivagyok. Hogy a kutyákat akarják lenyomni, vagy a igen, nem a kutyákat akarják lenyomni, nem a kutyákat akarják lenyomni, és egészen elképesztő, hogy mennyire rá tudnak menni. Ugye én most a hardcore kutyásokról beszélek, az, aki tört kutya nyelven. Tudod, hogyha valami olyat csinál a kutya, akkor nem azt mondja, hogy bebikém, nem szabad, hanem azt, hogy első, akkor ha velünk jól csinálják, akkor Atas, Atas, gyere, gyere, Atas. Azonnal pösze lesz, pedig amúgy nem is beszélni, Atas. De ugye van, van az, amikor Ike, és ennek egész, tehát hogy a decibel, az vált, hogy fentről megyünk le. Ike, akkor nagyon jó, még a tükörmódszer. Tudod, még a tükörmódszer az, amikor hogy hát hogy annyi mindent megtanulunk tőlük, magunkról, róluk. Ez már ilyen kutyasuli is, tehát ez egy abszolút ilyen kutyasuli. Az nagyon jó, még amikor a kutyasuliban mindegyik oktató is lesz, tudod. És akkor persze. Már úgy beszélnek, nem, hát ez nagyon nehéz eset volt, mert egy ilyen kemény jellem, de végül is be kellett törni. Most ledominálta, most egy kicsit ledominálta egyébként. Most lejött ez a barna színizé Staffordshire terrier. Staffordshire, persze, lejött az a Staffordshire, egy kicsi fehér, van kis fehér nyakkendője. És amikor a többes szem első szemében beszélünk a kutyákról, hát most egy kicsit fosunk, tehát hogy most éppen tüzelésben, tehát most éppen tüzelünk, úgyhogy nagyon kell vigyázni a kalokkal. Igen, de bevettük ezt a féreghajtót, és kicsit vigyázunk az alakunkra, akkor az nagyon jó, még van ez a mentett sznob. Hogy a nem mentett, ja, fajtiszta, aha, fajtiszta. Érdekes, az enyém menhelyről van, és az enyémnek csak 3 lába van, tiédnek 4. De egyébként ez egy 4 lábú kutya. Ez egy ilyen városi, fétis, meg egy ilyen városi sznobizmus, hogy a lehető leglukas, félszemű, sánta, szanaszét, szaggatott kutyákat. De kutyaéces, slimekóros, hogy 3 lábú, gyűlöli az embert. Akkor nagyon jó még a klikker módszer, amikor tudod, van egy ilyen kis csattogós ízéjük, és akkor azzal idomítják, és tudod, egy frisbee-t bazd meg nem tud úgy eldobni, hogy normálisan eldobja, hanem ott is, hogy gyere, körém, 8-as, halá, ül, és akkor tudod, a kutyának is van egy ilyen koreográfia, hogy kell elmenni azért a kibaszott frisbee-ért, hogy nem lehet csak úgy a játék kedvéért csinálni. Szegény. Iszonyat, és akkor még van, tudod, a szakzsargon hozzá, amikor a másik kutyáskor, először behívná a kutyáját, köszönöm, behívná. Az nagyon jó. Meg van ez a, amikor így üvölt. Nem szelíd! Tudod? Igen, és messziről. Nem lehet megsimogatni! Nincs semmi! Én sem megyek oda a maga gyerekhez, és simogatom meg! De amúgy nem tesz porázt a kutyájára, tudod, az meg oda rohan a gyerekhez. De egyébként a másik, ami klasszikus, az meg ugye a táplálás, tehát van a barf módszer, ami a nyers táplálás, tehát hogy kizárólag csirkefarhát, csak csirkefarhátot eszünk, nyers hús, rászeletelek neki egy kis banánt, meg egy kis agavészirupot, gyönyörű lesz a szőr. A szőre gyönyörű lesz. Hát mondjuk az én kutyám az inkább vegán. Egyébként van. Ró-vegán. Hát persze, van ilyen, hogy van. Hát és vannak ilyen celebek is egyébként, akiknek vegán volt a kutyájuk, szegényen találkoztam egy ilyen, nem akarok neveket mondani. Hát gondolom a fényevőknek egyébként, akik fényev táplálkoznak, azoknak vegán a kutyájuk. Szegény, szerencsétlen állat, tudod, és már így el volt múlva 2 évesen szegény ilyen izé, mint egy virágszál. Adrián nevű hallgatónk vetette fel a következő témát, amiből nekem utána egy csomó ötletem lett. Azt írta, hogy te a műzlit vagy a tejet teszed előbb a tálba. És ez egy nagyon fontos, kardinális kérdés. Igen. Mert hogy vannak a bűnösök, a rosszak, akiket gyűlölök, akik a tejet rakják előbb, és utána a műzlit. Aminél rosszabb, nem? Baj ez egész pontosan? Miért értem a kérdés jogosságát, csak azt nem értem, hogy miért baj az egyik, vagy miért baj a másik. Viszont miért baj az egyik? Hát, hogyha a műzlit rakod előbb, akkor rámegy a tej, és már elönti a tej. Hogyha a tejet rakod előbb, akkor utána a műzli az úszni fog a tejnek a tetején, és nem tudod bele. De teljesen mindegy, egyébként amúgy is, ez így van rendjén, így működik az univerzum. Értem, előbb értem. Kell tenni. Így működik az univerzum. Múltkor láttam az egyik barátomat, nem szóltam, de azóta idegeskedek ezen, úgyhogy elhoztam. De nem csak ez van, hanem vannak azok, akik a kakaós sigát úgy eszik, mint egy szendvicset. Az megvan. Tehát, hogy nem körbe, tehát, hogy nem lehántja. Az tényleg eresnekség, az nagyon hanem, hogy beleharapja a közepébe. Az nagyon para, azt nem lehet. Azt nem lehet, de hát ugye van a Marci barátom, aki azt mondja, hogy ha megkínálnak kakaós csigával, akkor viszont a közepét kell kiszedni. Mert hiszen megkínáltak. Mekkora parasztság. Fú, de Marcival nem lennék jobb, hát ez a legrosszabb. Van az örök kérdés egyébként, van egy tál étele, de legyen ez egy kakaós csiga, nem tudom. Tehát te melyik vagy, aki a legjobb falatot hagyod a végére, vagy aki a legjobb falatot persze. A legelején messzire? Én abszolút, a legvégére hagyom a legjobb.
tipikus, akkor elmondom, hogy ez hogy működik. Az, hogy filozófiai értelemben te folyamatosan a tányérodon levő legszarabb falatot eszed. Aki pedig a legjobbat kezdi, az folyamatosan a tányérján levő legjobb falatot eszi. Gondolkozz el ezen legközelebb, amikor eszel, mint egy disznó, hogy abrakolsz, vagy tápolsz. Tápolsz. Oké, de hogy közben viszont, hogyha a másik irányból mész, akkor meg ott van az, hogy folyamatosan motivál, hogy nem sokára el fog jönni a legeslegjobb falat, és az étkezésedet a legjobb részével zárod. Mindegy. A lényeg az, hogy nem szabad beleharapni egy kakósikába, hanem le kell körbe. Ez igaz, ebben teljesen egyetértünk. Akkor vannak azok az emberek, akik a túrorudiról leszedik a csokit, és olyan kidobják. Olyan nincs. Olyan biztos, hogy nincs. Ezt tanúsíthatom, hogy nincs, mert megütöm, ha látom. De olyan nincs. Létezik, de egyébként hozzá kell tennem, hogy én mondjuk nekem is van ilyen fura szokás, hogy én azt szoktam a túrorudival, hogy egy picit megmelegítem, hogy a csoki az ne roppanjon, hanem tudod, ilyen... Fúj. Mondod ezt egyébként mezítláb velem szemben. Ne tetézd. Húzd meg magad. Most már húzd meg magad. Na mindegy. Szóval, hogy vannak ezek a szabályok, amiket nem szabad áthágni, például vannak azok az emberek, akik fordítva teszik fel a WC-papírt, tehát hogy a fal felen... Azt nem hiszem el, hogy miért tenni oda, hát miért akarja a falat kapírgálni? Egyébként kifele kell lenni a WC-papírnak. Kifele kell lenni, de egyébként képzeld el, teljesen egyértelmű, hogy kifele kell lenni a WC-papírnak. De egyébként ezt tudod, miért van? Azért, mert állítólag a WC-papír gyárosok direkt akarják, hogy kifele legyen, mert hogy többet szakítasz. Mert hogyha a falnak falfele van, akkor leszakad magától. Tudod, én húzol kettőt, és leszakad magától. De ha kifele van, akkor húzod, és addig húzod. De két kézzel használom a másik kezemet. Oké, de hogy ha már eszközhasználó vagyok, akkor már képes vagyok. De ezt tudod, mi a kenyérnek van a, ugye, amikor a kenyér picit szűkül már a vége felé. Tehát fél kenyér, és akkor kúp formájú, és akkor tudod, tehát hogy nem teljesen ugyanakkor a két felülete, és hogy melyiket vajazod meg, a nagyobbat vagy a kisebbet? Én a nagyobbat. A nagyobbat, persze. És van, aki erre nem figyel. Tényleg. Nem figyel, és a kisebbet vajazza meg, vagy a szendvicse, az konvex. Igen. Igen, hogy nem illeszkedik a szendvics, hanem mondjuk a két kisebb rész találkozik csak, és nem úgy van, hogy jaj, de utálom én ezt. Emberek kizárólag a konkáv szendvicset tudjuk elfogadni. De lehet, hogy fölcseréltük. Most nem tudom, valamelyik. Vele meg tudod, mi van? Hogy nem tudok már kulturális tartalmakat fogyasztani, de átállt az agyam, és nem tudom a filmeket úgy nézni, hogy ne boruljak ki, hogy nincsen rajta maszk, túl közel ment hozzá, az meg kezet tényleg fogott, azok meg lefeküdtek egymásra, meg csak úgy csókolozgatnak. Csak az utcán, igen. Rálépett a sarkára, bement mögé, beszálltak egy liftbe, csak úgy, és tényleg annyira bennem van már ez a rohadt social distancing, meg ez az egész izé, hogy nem, tehát elfelejtettem, hogy milyen volt előtte, és már nem tudom úgy nézni. Igen, amúgy ez nekem is folyamatosan ilyen görcsbe rándul a gyomrom, meg itt tudod, hogy összerándulok, hogyha nézek valamit, és így srácok, a maszk, hogy vissza kéne fordulni a maszkért, borzasztó. Igen, de nem baj, hamarosan túl leszünk rajta, mint ahogy ezen az adáson is most már lassan túl vagyunk. Megszabadultok tőlünk ezen a héten, igen, vírus, mint egy világjárványtól. Igen, és ezen a héten az én felhívásom az lesz, hogy az Instagram oldalamon csinálok egy olyan posztot, amiben boltos dumákat mondok, vagy boltos dumákat szedek össze, és ide kommentbe várom a boltos dumákat, úgyhogy írjátok, hogy hány a zsemle, köszönt ha más valami nem lesz. Számlát az acsiba tettem, nekem egyébként van egy ilyen videó. Számla nyugta, egyik sem. Még régről a síkideg vagyok, úgyhogy azt is megnézhetitek, és arra is lehet válaszolni. Márkonál meg ki lesz egy vadi új poszt. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok ezen a héten is. Én Lincényi Márko vagyok. Én pedig Turai Barnabás. Találkozunk jövő héten. Sziasztok! Hello!